Meccs nagyon fontos, de ez a meccs történjen bármi, nyilvánvalóan azért még az előző stáb munkáját, nyomát viseli. Egy-két változtatás apró van, amit most ilyenkor el lehet végezni, de igazán nagy változások most még ugye azért nem várhatóak. Megviselte a játékosokat ez a Herce-Hurcait Komora Imre elküldése kapcsán? Most már azt hiszem, hogy lenyugodtak a kedélyek, nem. Már a meccsre koncentrál mindenki, és a meccsel foglalkozik. Jó viselték a játékosok, én azt hiszem, hogy jól fogadtak, én is jól fogadtam őket. Én azt hiszem, hogy ha ez a meccs jól sikerül, akkor pontot tehetünk ennek a dolognak a végére, és akkor elkezdődhet egy másfajta, egy másik szakasz ebben a közös munkálkodásban. Nem vagyunk könnyű helyzetben, nem csak amiatt, hogy eddig nem tudtunk pontot szerezni, hanem hát vannak sérültjeink, ahogy ilyenkor lenni szokott, nagyon sok problémával kell megküzdeni. Ennek ellenére bízom benne, hogy megkezdjük a felzárkózást. Sokan azt mondják, hogy inog a kispad, mozog a kispadon alatt. Hát én megpróbálom ettől függetleníteni magam, bár nem egyszerű, mert eddigi csapataimnál a sikerhez szoktam. Most egy új helyzet van. Én megpróbálom ettől függetleníteni magam, és amíg bíznak bennem, én a tudásom maximumát nyújtom azért, hogy kiláboljunk a hullámvölgyből. Negyedik perc, a harmadik hazai szöglet. Át a hosszú oldalra, és gól! Többen is beleérnek, ez azonban a lényegen mit sem változtat. Jól csavarodott középre a labda, Szekér pedig a lehető legjobb ütemben robbant be. Hamar megszerzi tehát az előnyt a Kispest honvéd. Ez egy szép indítás, Wojtekowski mehet, szó sincs lesről, rob, és itt az egyenlítő gól. Mindez történik a 17. percben. Wojtekowski mintaszerűen vitte el, Mester ilyen csavart középre, Vezér pedig ilyen közelről már nem védhette rob fejesét. 1-1 tehát. 28. perc, a labda mögött Piroska és Plókai. Vélhetően az utóbbi fogja majd kapura küldeni. Ő nagy lövő, de nem. Piroska nem is volt rossz, nem sokkal ment mellé. Dubec. Nagyon látszott a szándék, Vukovic azonban harcosan csap le egy labdára, ez most lehetőség. Borgulya megtáncoltatja a váci védőket alaposan, és gól! Vukovic! A váci védők teljes díszkíséretet adtak ehhez a gólhoz. Borgulya addig-addig forgatta ott bent a váciakat, amíg beadta a labdát. Vukovic pedig közvetlen közelről talált Szabó kapujába. Ismét vezette át a Kispest a 36. percben. Nagy Tibor, Bábik, rendkívül hasznosan játszik. Kádár, egy szép csel, Bábik, Kádár, és ez 11-es. Nem nagyon van értelme reklamálni, eléggé egyértelmű. Ivic megtolta a labdát, és ott pedig akasztották bent a 16-oson belül. 38. perc, a letett labda mögött Nagy Tibor, és Vezér óriás ütvéd. Ez volt a negyedik 11-es, amit rugott nekem. Abból Vácon rugott kettőt, abból az egyik gól lett, a másikat kivédtem. Most tavaly játszottunk itt az utolsó fordulókban, akkor rugott egy gólt, most kivédtem. Próbáltam a Tibi fejével gondolkodni, hogy ő mit gondolhat, hogy én mit gondolok, aztán végül is esült ki belőle. Végül is azért döntöttem a jobbra vetődés mellett, mert a két gólt, amit rugott nekem, mind a kettőt jobbra rúgtam. Mi, hogy ki vagyok jelölve, és a legöregebb játékos vagyok, ezt föl kell vállalnom. A Vezér Ádám múltkor tavasszal kivételt, gondoltam, hogy most én járok jól, de hát megint kivétte. Úgy érzem, hogy nagyon nagy fordulópont lehetett volna, mert pont a szünet előtt volt pár perccel, ha bejövünk, akkor talán nyugodtabban megyünk ki egy X-el. Plókai keverget ügyesen. Egy fejes és gól! Vukovic a második gólját szerzi ezen a találkozón. Úgy tűnt, ebből nem lesz semmi,
aztán váratlanul felgyorsultak az események. Vukovics pedig rendkívül ügyesen bólintott a hosszú sarokba. 3-1-re vezet a Kispest Honvéd a második félidő 8. percében. A mérkőzés elején az edző megjósolta, hogy gólt fogok lőni, és szerencsére duplán tudtam élni vele. A 30. percben járunk, amikor Bábik fejeli föl a labdát a 16-oson belül. Bánföldi. Ott van Hercegfalvi, ez ittszer! Hát Szabónak bizony minden reflexére szükség volt most, ahhoz, hogy hárítani tudjon. 34. perc, Vukovics. Még tovább, Hercegfalvi. Még mindig ott a labda és gól. Szabó végül kihasználja az ajtóablak szituációt. Hercegfalvi sokat ügyetlenkedett, Szabó viszont nem tétovázott. 4-1 a 34. percben, 3 gólos tehát a kispesti előny. Dubec. Egy újabb csavarás, Szabó, és gól. Ez már kiütés. 5-1. A gólszerző pedig Hercegfalvi. Ez egy jó belépő volt, jó antré volt. Én azt hiszem, hogy ez egy jó ahhoz, hogy a Kispest Honvédnál elkezdődjön egy nagyon komoly, általam vezényelt munka. Ami persze szeretném, a sok ilyen győzelem lenne, de hát ezt nem tudom, hogy majd jönne.